Annak mindenképpen örülök, hogy a Veszprém idejött és teljesen nyílt és a kosárlabdára kényszerített minket. És azt is látom, hogy nekünk nagyon-nagyon jót tett ez a mérkőzés, mert egy kellő keménységgel, tehát kellő agresszivitással védekeztek, és ugye nekünk azért el kell kezdenünk erre felkészülnünk. Tehát tehát még egyszer mondom, tehát nem azt mondom, hogy elégedett vagyok, mert nyilván tehát nagyon sok dologba javulnunk kell, de összességében szerintem nem játszottunk rossz mérkőzést, és ez elsősorban a Veszprémnek az érdeme, hogy egy ilyen nagyon agresszív, harapós mérkőzés kerekedett ebből az egészből. Szerintem ez nagyon jó szolgálta mind a két csapatnak itt a következő vagy a közeljövőbeni dolgait. Azokkal mennyire volt elégedett, akik nem szoktak annyit játszani? És igazából, tehát így most a Nere még borzasztóan keresgéli önmagát, ugye, és egyre inkább zavarja őt, hogy nem úgy megy a játék, ahogy szeretné. Nyilván új közeg sérülés után, tehát ennek még idő kell. A Pirit szándékosan játszottam durván egy fél órát, amiben benne volt az, hogy egy olyan 15 percet védekeztettem, és ugye őt el kell kezdenünk visszaépítgetni. A Dekával mindenképpen elégedett voltam, tehát a védekezésével is, ugye a támadásban most egy picit kevesebb lehetőséget kapott. A Szekerc és Lucával pedig mi 4 napot dolgoztunk eddig együtt, tehát ott az volt a lényeg, hogy essen át a tűzkeresztésége. Ugye a Mónika sérülése miatt és a Suknelli a héten megsérült, sajnos egy bokasérülés szenvedett, tehát most itt a Lukács Vica ugye hirtelen beesett, de hát őt se láttam ugyanúgy egész nyáron, tehát ő ilyen egy sima, egy fordítottat csinál ma, tehát egy hiba, egy jó, egy hiba, egy jó, egy hiba, egy előtt nagyon szép 2 vagy 3 gólt, és csinált nagyon nagy butaságokat, tehát főleg védekezésbe, de összességében, tehát ez így nem, tehát senkivel nem vagyok elégedetlen, maximálisan elégedett azt gondolom, hogy a Dekával lehetek ugye a védekezésbe, ugye elég jól megoldott azt, amit meg kellett. Ugye még a Szarka Adri volt az, akit viszonylag sokat játszott, és most a Vértanorsi érkezése miatt ugye nem mondhatjuk azt, hogy első számú balsz, és ő meg véleményem szerint nagyon szerencsétlen volt, tehát nem játszott ő se rosszul, csak nagyon szerencsétlen volt itt a főleg a helyzetei befejezésénél. Rájuk mennyire lehet majd számítani mondjuk egy bajnokok leje a mérkőzésen? Nyilván, tehát ez több összetevős, tehát az, hogy ki milyen formában van, az, hogy éppen mi a szükség, tehát ez mindig akkor jön, tehát valaki megsérül, és ott hirtelen valaki első számúvá kell, hogy beálljon, tehát azért is kell őket szépen építgetni, ugye mondjuk ebből a Szarka Adri, az azért, őt már nem kell építgetni, hát ő azért 2 éve itt van, de mindenképpen, tehát itt azért épülnünk kell még, ugye főleg a sérültek tekintetében, meg hát az újonc, tehát itt a Lucáról beszélgetek, meg hát ugye Isten igazából, tehát ugye itt csak a hétvégi mérkőzésekből, vagy a hétközi mérkőzésekből mérleget van, ez egy óriási butaság, ugye, tehát ezt meghagyom a fórumozóknak. Én változottan azt mondom, hogy én élek együtt a csapattal, tehát én azért hétközben körülbelül látom, hogy kitől mire számíthatok és mit várhatok, tehát ennek megfelelően oldom meg ezeket a dolgaimat is. Ugye tavaly azért volt olyan problémája a Ferencvárosnak a kekben, hogy hát elfáradt a végére, és ez mondjuk annak köszönhető, hogy még egy soros volt a Fradi. Ez most mennyire lesz majd jellemző a Ferencvárosra? Hát ezt teljesen egyetértek vele, igen, de azért csak megnyertük ezt a sorozatot. Tehát olyan csapatok ellen is, akik azért jóval több lehetőséggel bírtak, mint mi. Én úgy gondolom, hogy sokkal tágosabb lesz a repertoárunk, mint volt tavaly.